Folytassuk tovább a Betaflight beállításával. Ez az úgynevezett Betaflight konfigurátor, ebből is a 10.6.0-as verzió jelen esetben. Ezt a Betaflight GitHub oldaláról tudjátok letölteni. Ezt majd belinkelem a videó leírásába. Itt tudjátok letölteni a Betaflight konfigurátort, nagy valószínűséggel Windows használtok ti is, és ezt a Windows 32.exe fájlt kell letölteni, telepíteni, és utána, ami még nagyon fontos, hogy ezeket a illesztő programokat töltsétek le, ezt a CP210 X-Drivers-t, ezt STM USB VCP drivers-t. Itt sajnos be kell regisztrálni, és csak utána kaptok egy letöltő linket, amivel le tudjátok tölteni ezt az illesztő programot, és az addiget, ami a DFU módnak a driverit fogja feltelepíteni, hogyha valami gondotok van esetleg, akkor az Impulse RC driver fixert még töltsétek le, az is egy nagyon hasznos kis alkalmazás. Az is meg tud oldani problémákat, majd ezt is belinkelem a videó leírásába. Akkor kezdjük, amikor megkapok egy repülés vezérlőt, vagy egy drónt, az első dolgom, hogy a legújabb Betaflight verzióra felupdatelem a firmware-ét. Akkor most bedugom az USB kábelt a repülés vezérlőbe. Egyből meg is jelent, és hozzá is csatlakozott, mert be van kapcsolva ez az AutoConnect opció. Tehát itt van ez az Update Firmware gomb, és akkor átdob titeket erre a másik képernyőre, ahol ki tudjátok választani a repülés vezérlőtök típusát. Ez jelen esetben egy Betaflight F4, vagyis hát a targete a repülés vezérlőnek. Sokszor van az, hogy több repülés vezérlő ugyanazt a targetet használja, főleg mióta kijött az új 4.1-es Betaflight verzió, azóta van egy úgynevezett unified targeting, ami azt jelenti, hogy sokkal több repülés vezérlő ugyanazt a firmware-t használja, és nem kell külön megírni az összesre. Miután flash-eltétek, azután ki kell választani a defaultokat, egy ilyen custom defaultokat, és akkor a gyártó és típus alapján beállítja, hogy mik is vannak ezen a repülés vezérlőn. Ezt majd mindjárt megmutatom. Tehát akkor a legörlő menüből nekünk a Betaflight F4 FPVM-et kell kiválasztani, nem a Legacy-t. A Legacy-t is kiválaszthatjátok, de szerintem sokkal érdemesebb ezt az úgynevezett Unified Target-et kiválasztani. Betaflight 4.1 óta van ez az úgynevezett Ez igazából csak egyszerűséget jelent a fejlesztőknek, ezért nem kell minden egyes összes repülés vezérlőt megírni, megírják párra, és akkor úgynevezett klónozzák ezeket. Kiválasztjuk a legújabbat, ami a 4.1.1-es. Én mindig nyomok rá egy full chip iriszt, mert tehát ezzel letörlöm az egész repülés vezérlőnek a beállításait, és utána egy újat rakok rá, mégpedig azért, mert az újabb verziók, mondjuk 3.5.7-et használtál ideig, és csak átflashed 4.1-re, akkor ugyanazokkal a beállításokkal nem biztos, hogy ugyanúgy fog működni a drónod. Érdemes ezeket újból beállítani, azért, mert mondjuk egy bit beállítás egy 3.5.7-es Betaflight verzión nem ugyanúgy fog működni, mint egy 4.1-es vagy 4.1.1-es Betaflight verzión. Érdemes új lappal, tiszta lappal kezdeni, miután flash-elted és mindent újra beállítani. Én ezt szeretem, van, aki csak letölti a régi beállításait, miután update-elte a firmware-ét, utána csak hozzáadja. Ez egy 1-2 perces művelet, míg beállítod újra a repülés vezérlődet. Nem feltétlenül érdemes ezt a bint berakni rá. Megnyomjátok a Load Firmware Online-t, akkor letölti magát a firmware-t, és rányomtok a Flash Firmware gombra, akkor flasheli a Betaflight-nak a firmware-ét. Először kitörni a régit,
ráéri az újat, majd verifájolja, tehát megnézi, hogy tényleg jól írta rá. És itt látjátok az újításokat a 4.1.1-es verzió óta. Nekem voltak kisebb gondjaim a 4.1-es verzióval. Volt egy pár random failsafe-em. Ezt itt írják is. És a flash-lés az sikeres volt, úgyhogy hozzá is tudunk csatlakozni a repülés vezérlőnkhöz, és erről beszéltem, ezek a custom defaultok, amik az egyes repülés vezérlő típusokhoz meg lettek csinálva. Ez a setup fül. Tehát itt vannak a fülek, amik fontosak lehetnek számotokra. Itt látjátok, hogy gyroszkóp és accelerométer, tehát gyorsulás mérő is van a drónon. Itt látjátok, hogy mennyi szabad hely van még a blackbox logginghoz. Ez a setup fül. Ez azért jó, mert meg tudjátok nézni, hogy jó irányba van-e a gyroszkóp a repülés vezérlőtökön, és ha esetleg nem, akkor itt tudjátok megnézni, hogy merre kell majd még forgatnotok a gyroszkópot. De ez, ahogy látom, jó van bájtva, és jó irányba néz a gyroszkóp. Itt tudjátok, hogyha a teljesen sík lapon van a drón, tehát levered surface-en van, akkor itt tudjátok kalibrálni az accelerométert, és visszaállítani mindent nulla pozícióba. A port fülön ki tudjátok választani, hogy melyik UART-ra, vagyis hát melyik kommunikációs csatornára mit kötöttetek be. Ezek a UART-ok, ezek az úgynevezett kommunikációs csatornák. A UART egyre van jelen esetben bekötve a videóadónak a TRAM protokollja, ami azt jelenti, hogy a távirányítomból, vagy az FPV képről tudom állítani a videóadónak a channeljét, a bennyét, és hogy milyen erősséggel sugár az a videóadó. UART 2-n van ugyebár a vevőnek az S-bus-a bekötve, ez egy RX peden, és a UART 3-on pedig a ZephyrSky Smart portot kötöttem be a telemetriához. Ezeket ha beállítottátok, akkor mentés és újraindítás gombra kell nyomni. Tovább haladva a konfigurátor tabon. Itt tudjátok ugyebár konfigurálni a drónotokat, hogy mi hogy legyen rajta beállítva. Én erre a drónra egy úgynevezett IESC szoftvert flasheltem, ami azt jelenti, hogy így már fogja tudni az RPM filtert, ami nagyon hasznos, mert megkönnyíti a piderést. Tehát a drón finom hangolását megkönnyíti, és ehhez a DSOT 300-at kell kiválasztanatok, mert ez egy F4-es repülés vezérlő, hogyha F7-es repülés vezérlőtök van, akkor a DSOT 600-at kell kiválasztani. Egy F4-es DSOT 300-at választom ki, bepipálom a bidirectional DSOT-ot, tehát egy külön szoftvert flasheltem rá, de majd ezt mindenki megmutatom, hogy ez hol kell. Ez az opció nagyon fontos. Számoljátok meg, hogy hány mágnes van a motornak a harangján, de a legtöbb 5-szoros motoron 14 van. Ha ennél nagyobb, vagy ennél kisebb, akkor ez változhat ez a szám. Itt tudjátok átállítani, hogy milyen irányba nézzen a gyroszkóp magán a drónon, hogyha mondjuk nem úgy raktátok a drónra rá a repülésvezérlőt, mint ahogy az a nyíl mutatja, ami a repülésvezérlőn van, akkor itt tudjátok átállítani, hogy ez hogy nézzen, ez hogy van a drónon. Ezt állítsátok át 4K-ra, és ezt 4K-4K-n szoktam hagyni, mert ez egy F4-es repülésvezérlő, és a bidirectional D-shot-nak elég
sok processzor teljesítmény kell, és ezeket is fel szoktam neki szabadítani. Ezt az arming angle-t érdemes átállítani 180-ra, mégpedig azért, hogy ha fejjel lefelé van a drón, vagy oldalt, valahol fenn egy fán, akkor is be tud ármolni, és a turtle móddal le tud szedni onnan. Personalization, itt tudjátok megadni, hogy mi a drónnak a neve. Én mindig az én nevemet, a betyár FPV-t szoktam ide beírni. Itt tudjátok kiválasztani a receiver fülön, hogy milyen vevő van hozzákötve a drónhoz. Ez jelen esetben egy serial-based receiver, és méghozzá ez baszos. Hogyha egy FlySky vevőt forrasztok a drónra, ott iBus kell kiválasztani Crossfire-nél Crossfire-t, vagy hogyha F-portot használtok, tehát a telemetriát és az SBUS-t is egy kábelen keresztül adjátok meg akkor az F-portot. És akkor itt kisválasztjuk a telemetriát, és ez a D-shot beacon, ami azt jelenti, hogy ha nincs csipogó a drónon, viszont BL-heli SS vagy BL-heli 32-es SC-tek van, és itt be van pipálva, akkor úgy fogja mozgatni a motorokat, hogy azok csipogjanak, és egy kicsit messzebb van tőle a drón, és magas fűbe leesett, pár méterről meg fogod tudni hallani, tehát nem helyettesít egy rendes csipogót, mert nem olyan hangos, viszont ha csak egy pár méterre van tőled, meg fogod valószínűleg hallani, hogy merre van a drón, hogyha meg van dugva bele az aksi. Hogyha viszont kicsúszott az akkumulátor, akkor nem fogod ezzel megtalálni. Erre érdemes egy aksis csipogót beszerezni, én mindig szoktam rakni aksis csipogót drónjaimra, te is rakjál szerintem. Ezeket mind kiszedem, mert engem idegesít, ha mindenért csipog a drón. Értelemszerűen behagyhatod, amit szeretnél, én csak az RX-et szoktam bekapcsolni, mert azt jelenti, hogy csak akkor fog csipogni, hogyha a távirányítón a csipogóért felelős kapcsolót kapcsolom föl. És akkor egy mentés és újraindítást toljunk is a drónnak. Akkor a pit-tuning részre most még nem térnék ki. Arról majd tervezek egy külön videót csinálni, hogy azt hogy érdemes beállítani, vagy mit, hogy kell a filtereknél, a réteknél. Ezt egy későbbi, hosszabb videóban tervezem elmagyarázni. Menjünk tovább a receiver fülre. Bocsánat, még kihagytam a power battery fült. Itt a voltage meter source-nál ki kell választani, hogy honnan vegye a feszültséget, honnan mérje. Én az onboard ADC-t szoktam kiválasztani, és current meter source-nak pedig az ESC szenzort. Itt lehet állítgatni, hogy esetleg nincs bekalibrálva a current szenzorotok, de általában ezek be szoktak lenni kalibrálva már. Ez a calibration gombbal be tudjátok kalibrálni esetleg, hogyha ha fals adatokat mér, tehát a sokkal kevesebb, ha leszálltok a drónotokkal, és mondjuk kiírja, hogy 5000 ampert vett fel, és kb. 1000 mAh az akkumulátorotok, akkor ezt így tudjátok majd bekalibrálni. El is tervezek egy külön videót csinálni, mert ez mindig gond szokott lenni. Welcome to OpenTX.